Folytatjuk teljes gőzzel a végigjátszást. Hát alaphelyzetben 3440x1440-es felbontásban játszanám, de mivel a CD-redesek nem raktak be olyan funkciót, hogy összehúzzam a UI-t, ezért kénytelen vagyok a monitoromon visszavenni 16:9-re a képarányt, és így 2560x1440 2K, mert akkor itt ti is a teljes új képernyőt látjátok, mert amúgy nem látnátok az UI-nak csak egy részét. Néhány játéknál, ahol nem annyira fontos az UI, ott így ezt így leszoktam szarni, mert egyébként ultrawide-ba játszanék. Csak ennél azért fontos az UI, azt mondom, főleg a feliratok miatt. Jobb, hogyha látjátok. Na, azt mondja, hogy... Krondes, szia, üdvözöllek! Na figyelj, igazából nincs megröccen, és tegnap történt olyan, de az már ugye egy jó 8 órás stream, vagy pontosabban a 6 órás, 6 óra után újra kellett indítanom a, csak a játékot, a gépet nem, mert olyan volt, mintha ledroppolt volna a videokártya, és nem tudott visszazökkenni. Újraindítottam a játékot, azt utána megint jó volt, de egyébként bőven 60 FPS fölött vagyok, úgyhogy hát megmutatom a beállítást. Egész végig. Igazság szerint úgy hagytam, ahogy nekem beállította maga a játék. Csak a felbontást vettem vissza, ugye, hogy megkapjátok a teljes új nézetet. Igazából ezeket maxra rakta, egyedül ezt nem rakta maxra, ez a képernyőtér tükröződés, ugye ennek van egy pszichó változata. Nem érdekes szerintem, plusz a sugárkövetés is ultrán van, és nem pszichon. Úgyhogy igazából hagytam, ez a defiút nekem, de ez a defiút. Meg a DLSS automatikus, ugye, hogy kényekedve szerint tudja a gamebe változtatni magát. Úgy, ahogy tetszik. CPU-val streamelek. Azért, mert ugye ez a 16-32 szálas AMD, ez kibaszott erős és jobb minőséget tud streamelni, elvileg. Na, milyen bug van? Nem jó a kép? Kanos Bagoly, szia, üdvözöllek! Pont most kezdtem a streamet, úgyhogy nyomjuk neki. Már a befejezés lesz. XX Pro, üdvözöllek a csatornán, szia-szia! Nagyon szépen köszönöm a követést! Szóljátok, hogy valami nem jó a képpelem, hogyha bugos valami, mert ugye display streamre mentem át a gameplay, vagy mi az game capture helyett. Hú, köszi, jól vagyok, most jöttem meg nemrég tiebox edzésemből, meghaltam. Ja, hogy arra gondolsz, igen, lehetséges, hogy bug volt, mert hát jó, mondjuk azért 6 óra kőkemény stream után, úgyhogy ugyanarról a gépről streamelek, előfordulhat drop, de nem panaszkodok, mert annyira fluid az egész, szóval nagyon jó, smooth, nagyon a játék. Full beállítások mellett is. Úgyhogy a 2080 Ti így a Ray Tracing-gel együtt nagyon jól bírja. Graffitik? Megvannak. Két graffiti hiányzik, mert azóta adott plusz kettőt. A csaj úgy, hogy azt még majd meg kell szerezzem elvileg. De jó is, hogy mondod, mert ránézek a térképemre. Mert ugye annyit mutatott, hogy itt az a tarot, látod, messzeszedtem az egészet, de beadott kettő újat, hogy ezek hiányoznak, de a térképről már nem ad semmit elméletileg. Kérdés, hogy én azt hol fogom meglelni. A térkép az abszolút ki van takarítva, nullás. Csak a főküldik vannak, meg a Penem, meg a Judy. Ezt ennyi. Igen, angyal és ördög, az talán a főküldivel lesz meg, vagy nem tudom. Aha. Hát a boxolósnál az utolsó, amit csináltam,
Ugye levertem az ikreket, levertem a spanyol csávót, akitől elnyertem az autóját, meg levertem a katonát, akitől elnyertem a snipert, majd nekem ugrottak, azt meg is kellett ölni őket. Mi volt még? Bunyósból talán nem is kaptam többet. Vissza kell mennem ott, ahol a lakrészem van, mert ott valami robottal lehet bunyózni, látod? Most, hogy mondod, az lehet, hogy meg lehet csinálni. Csak az nem quest. Miért van itt ilyen sötét? Ezt az alagutat elfelejtették kivilágítani. Egyébként ezt mondtam, hogy a ray tracing-gel jelenleg ez az egy probléma van, hogy még nem túl fejlett, mert az ilyen helyeken, mint barlangok, egyéb hely, kibaszott túl szar ez a természetes, idézőjeles természetes fénykövetés, mert abszolút sötét van. Ezeken még dolgozni kell sokat. És ez az összes játékra igaz, amiben van már. Figyelj, eddig nem kaptam küldetni, és csak ennyi küldim van, összvisz. Van ez a Beat on the Bread, gondolom ez lesz az a bunyós küldinek a folytatása. Gondoskodj a többi dologról, amíg Fred visszahív. Van ez, akkor van ugye ez a Peralezék, ugye, aki a polgármester jelölt. Van ez a Judish szál, és a két főküldi szál, azt ennyi, semmi másom nincs. Egyelőre. Úgyhogy majd igazából segíthettek megtalálni, hogyha valamit nem találtam meg. Bátran írjátok, mert... Mert én ennek azt segítségnek veszem, nem izének. Nem csak belőle gondot. Egyébként srácok, a következő játékom, ugye azt mondtam, hogy néha a streamen szoktam kicsit ilyen pszichotriller jellegű dolgot is bevinni, de az ilyen ritkább. És ugye Hellblade volt az első ilyenem még, hát közel egy-két hónapja talán. És eléggé szerették, akik látták. Éppen ezért egy hasonló ilyen játék lesz ez a Plague Tale nevezetű game. Az ilyen középkorban játszódik Franciaországban a 100 éves háború ideje alatt, ahol a Pest is pusztít, ilyen patkányos, kicsit ilyen ügyességi puzzle játék, csak ugye történet van köré kerekítve. Két éves játék talán, vagy nem is tudom, egy éves. Nikolát, szia, üdvözöllek! Kedvenc moderátorom azért. Megint megmutatta, hogy mennyire segítőkész. Ja, még soha nem játszottam azt, tehát mondom, kell néha ilyen is. Megnézzük, hogy milyen. Azt ugye Kopi mondta, még vagy javasolta a Gears 5-öt, megnéztem, és igazság szerint állítás szerint nagy kihívás van benne, úgyhogy lehet, hogy a Gears 5 lesz majd a azt követő game, de majd ezt még meglátom. Legnehezebb szinten bevállaljuk. Aha. It's good to see you again. Something happened? Come on. Jeff will explain everything. Jeff mindent elmagyaráz nekünk. He's just about done prepping for the debate. I've rescheduled all his meetings out of the office today. Igen, az arra számítottam, hogy így lesz egyébként, hogy endgame-es lesz. Bother us at doing what exactly? Mike, we're talking about the cornerstone of my platform. I'm not doing a U-turn just because Nightcore... Na, csávó meg készül a polgármester választásra.
Make the amendments, we'll powwow later. Csak hat vége van. V, glad you could make it. Jefferson? Grab a seat, please. I'll explain why I asked you to come over. Na, az jó hangzik. Hát figyeljetek, rajta leszünk, hogy megszerezzük a két kártyát, meglátjuk, hogy... Not the usual kind, though. So unusual how? A couple of days back, dead of night, something wakes me. Lehet, hogy ezeket is el akarják tenni lábaló. I grab my pistol and come out of the bedroom. See a stranger. He looks like he's about to reach for it, so I pull the trigger. Nail him? No idea. My head started spinning and I passed out. No trace of him the morning after. I'd like you to find him. Find out what he wanted. Uh-huh. Notify the badges yet? We don't want any buzz around this. No attention, whatever. You know. NCPD's full of people who like the occasional stray Eddie. If we reported a break-in, the media descend on us like a swarm of locusts. No badges. Gotcha. Zsoldosoknak ezért van jó dolga. SSI about the incident. Our private security. SSI. Szia, Adriel! Üdvözöllek! Ja, várjál, ja, hogy igyak neked vizet. Most rábaszták, kisfiam, mert... Most jöttem Thai-box edzésre, kiizzadtam 8 liter vizet, úgyhogy szomjas vagyok. Most nem okoz gondot. Elhiheted nekem. We shouldn't delay too long. Hát, még amúgy szerencse. Why me of all people? When you rather have it. Most menjek ki, szakítsam meg a streamet, de jók vagytok. Can't blame you. Former mayor's death? You unraveled that mystery. I trust you'll be able to crack this one as well. Is everything all right? Na, közben nézzük a lehetséges válaszokat. Intruder, take anything? Break anything? Nothing missing? Hát az annyi. I haven't noticed any damage either. Jeff must have scared him off before he could do anything. What did the intruder look like? Hogy nézett ki a behatoló, úgy, mint axiál. It was dark. He was wearing some sort of mask. Or was it an implant? Couldn't really get a good look at him. Elizabeth didn't see him either. I slept through the whole thing. Election season takes its toll on you. Uh-huh. No. Security looking at this. Say anything. This is where things get a little weird. They claim there's no sign of a break-in or of a shot being fired. Security cams didn't record anything. Guard outside didn't see her. Kicsit kezdenek egyébként nekem gyanúsak lenni ezek is. Jeff must have had a bad dream. Convenient answer. Liz gave security the day off so I could call you in. Said you passed out. That's right. Just after I fired. What then? Nothing. I woke up. Nem játszottam még vele, Hadria. Killer headache to boot. Any idea how you made it back to your bed? Nope. None. Elizabeth's at a loss too. This security outfit, SSI. Who are they? Been on the market the last 15 years. They have clients across the city. Kodokkal az a bajom, hogy még a régi kodok is kibaszott drágák szerintem egyébként. You think SSI might be behind this? No clue yet. Anyone besides SSI come to mind readily? Weldon Holt? He's my main rival, fighting for the same seat at the table. Holt's poll numbers have been dropping. But it could be anyone, really. Mondjuk lehet, hogy tényleg ez a Holt, mert ugye elvileg a Holt nyiratta ki a előző polgármestert. Ő bérelte fel azt a pszichó-izét is, kiberpszichót. Anything else you want to tell me? Or think you maybe should?
Nope, that about covered it. Liz? It seems like everything. It's unlikely we'll learn anything anyway. Hát akkor nyomozunk. Honey, please. I'm sure Veal turns something up. So, you got all you need for now? Wouldn't mind taking a look around the apartment. Egyébként az mikor játék a WW2, az is valami 1-2 éves, nem? If you learn anything, let me know. Jól emlékszek, nem vagyok benne biztos. Rondes, látod milyen gonoszak ezek itt le akarnak itatni. Shall we? Rather poke around my own way. You mind? No, of course not. I'll be right behind you in case. Melyik pontokra gondolsz, Axia? Az utolsó pontokra vagy? Ezért mentem rá. A nyugalomra raktam 20-at, mert a hidegvér az harcba sokkal ütősebb cucc. Azt még van 2 olyan szabad képességpont, amigazság szerint ide kell egy másikat, azt annyira nem tudom, hogy hova kéne rakni. Igazság szerint fejlővésre tudnék rakni, de felesleges. Mesterlővésszel annyira nem használom, nincs hova rakjam. Na, nézzünk körül. Azt mondja, hogy bekapcsolom ezt a tutiságot. Csak hogy senki ne lásson semmit. És körülnézünk. Fresh fruit. Tasty by the looks of it. They deliver it to us. It's included in the rent. Looks like it's been enhanced. 5 forint. Glutamine, noradrenaline, dopamine, serotonin, all neurotransmitters. Know anything about this? It's smart food. It's enhanced for improved mental performance. I don't know if it really works, but people believe it. Testetés technikát. De miért a test az ezére jó, nem? Az inkább ilyen közelharc, meg shotgunos móka. Mondjuk attól függ, mivel mész. What? It was a sick album. Johnny az elvont egy személy. Nézzünk körül a teraszon. Ezek a nyomozósdik, ezek kinyírnak amúgy. Hát persze azzal inkább egy tank karaktert csinálsz a izével a testi fejlesztésekkel. Én egyébként, hogyha most újra kezdeném, lehet egy cégest húznék katonával, és én is a testet húznám. Test meg a izéből a katona rész. Was my den before the campaign, a place. Feltörjük a cuccot. Mondjuk ezt nem tudom, minek csinálom. Nem kell már pénz, de ha már van. 9 Héta. Héta, héta. Doesn't look it anymore. Security had to set up somewhere. One of the many small sacrifices I've had to make. This was the first, but it won't be the last. Mindig az az erő, mindig az erő. Ésszel is meg lehet oldani sok mindent, nem csak erővel. Hidd el, én tudom. Bloodstains. Not quite scrubbed clean. Where's the blood from? It yours? I'm 100% sure it's not ours.
Maybe the intruders? Probably. Na, most még az egész kecót körbevizsgálom, gyerekek, hát az írtózat lesz. Broken. It was fine a couple days ago. We rarely use it though. Nem érsz el technikával, az érsz az intelligencia. Hát ez... Na mi történik, srácok? Hoppá! No fucking clue. Felt kinda good, but weird, like tripping on acid. Does that happen to the screen a lot, or to any of the others? I don't understand. What just happened a second ago? You didn't see it? No? What? Okay, never mind. Na, ugye közben azt kéne szkennelni, hogy a vérnyom merre vezet. Menjünk erre tovább befele. Ja, de erre nem tudunk menni. Fuck! Ki vagyok ettől? Ez itt micsoda? Oh, bassza meg! Wait, you mean here? Right here, it's closed. Previous owners, leftover maybe? Rejtett ajtó. Open it. Somehow, please. Ezt hogy is sem kibaszod? Nem tudom kinyitni. Maybe it's worth checking their office downstairs. Na hát ezt az ajtót ezt most nem nyitom ki. Kivéve a számítógépről ki nem lehet nyitni. Ekkora kecót átvizsgálni, vannak hülyék ezek? Golyó ütötte lyukak. Cocked up. Someone tried to patch up the bullet holes. Assuming neither of you had anything to do with this. No, of course not. Jeff's office. Control room, storage, and tight bites. You and Jeff must be putting in serious overtime. Elections. You don't even have time to think about food, so you just order whatever's quickest. But yes, it's true, Jeff hasn't eaten anything else recently. Kicsit túlzásba vitték ezt a vizsgálódást szerintem ezen a részen. Hát ez... Hoppá, mi van itt? Department of Law at Asukaga, Berkeley. Classy. You and Jeff graduate from the same school? Na körülnéz ezek itt hátra. We were lucky. On full scholarships funded by the Knight Foundation. A charity founded by Richard Knight's widow. They helped a lot of underprivileged kids with ambitions. Wedding pic. Interesting backdrop. This is where we sleep. Blue roses. What, you sure? Because the roses in this picture look pretty red to me. Oh, of course, you're right. Mind if I take a look around? They didn't have blue roses. Be my guest. The Stucker. Iron. This Jeff's? Mine, actually. But yes, that's the one Jeff used that night. Nagyon jó. Full ilyen időhúzós küldi egyébként. Szerintem. Itt már jártam. Hú, baszki. Halálomon vagyok ettől. Jó, itt nem voltam még.
Semmi. Száz tiszkát sebez, az nem sok. Ja, mondjuk, ja. Ja, várjál, okos sniper, az mondjuk úgy jó. Van még itt feljáró valahol, nem? Ja, itt van. Na, ragudjon most senki, de abszolút ez a quest egy kibaszás szerintem. Minden nézzek át, hát hülyék ezek. Odd. Tech's practically prehistoric. Lol. It doesn't look older than a day. Saw something like this back in the war. Transmitters. Militech was using them. Short-range UHF. Signal only travels line of sight, but it can't be intercepted. Line of sight? Let's look around, see if we can't spot where our receiver's camping out. Azt a kurva! Figyelitek a questet? Ez a quest, ez nekem annyira nem bejövős. Kövesd a kábeleket, keresd meg a jel forrását, kutasd át a biztonsági szobát, hát meg az anyátok, bazd meg. És még sötét is van, mint a dög. Ez a biztonsági szoba, nem? Na, nézzük csak, helyi hálózat. Kamera megfigyelő rendszer. Aj, nem-e. Ajtó zárva. Na, ki tudtam nyitni. Ez elvileg a rejtett ajtónak a zárszerkezete. Remélem. Itt töröltek valami biztonsági fájt, itt is. Az mondjuk azért elég fura, hogy kitöröltek mindent. Zsoldos helyszínen. Jó. És ez? Üdv a fedélzeten. It looks like SSI's employees knew about the break-in. Főszoba hozzáférési kódja 6709, jegyezzétek meg, köszi. Oké, hol volt ez a titkos szoba? Elvileg valahol itt vissza, ugye? Komolyan akkor ez a ház, hogy eltévedek benne, ember, hát. Mi a fasz ez? Ú, de rühellem ezt. Köszi. Ez a lift. Ez a quest, ez kinyír, gyerekek. Ez a quest. Maradjunk annyiban, ez nem a kedvenc questem lesz. Várjátok, ez nem az. Van még valamit, nem néztem meg. Ez meg. Kicsit szerintem túltolták ezt a questet. I doubt you'll find anything on it relating to the break-in. Az valami reklám.
Jó, igazság szerintem a rejtett szobába be kell menjek. És akkor a házátvizsgálás azzal meg is lesz. Csak most nagyon őszintén már nem tudom, hogy hol volt a rejtett szoba. Abszolút eltévedtem. Itt mi van? Emelet van. Ez az. Ez volt a rejtett szoba, kinyitottuk, megvan a rejtett szobánk. Nézzünk körül itt is. Van egy lépcső felfele. Jesus Christ. Na mi van? We're safe putting your security at the top of our list of suspects. They violated our privacy. Sons of bitches under my own roof. Várja. Hogyan tudták ezeket így lefigyelni? Hát a hátul be van építve egy ilyen. Ever noticed anything out of the ordinary? Suspicious. That they're violating our trust, watching our every move? That they'd concealed a goddamn secret room full of spy stuff in our own apartment? So you didn't notice. Okay. De mondjuk azért csak fel kellett volna tűnjön nekik, hogy egy egész szobát ide berendeztek ilyen kütyükkel. Vicces. Wonder how long they've been keeping this from you. Durva. This ends now. I'm not letting any more of those freaks set foot. Oh, my head. Something wrong? Don't worry about me. Do what you have to do. Srácok, veszek fel egy kicsit a izén, mert én nem tudom, hogy mi van ezzel, de szerintem gamma korrekciózás kell. Ez hihetetlen, hogy itt mennyire sötét van. Mert itt csak az a baj, így meg undorító a kép, de hát majd visszaveszem, ha kimentünk. Igen. Na, megvolt a kutatás, és akkor most a lényeg az, hogy a jel forrását meg kell keresni. Ezért van az a közvetítő a háztetőn, amit az előbb megtaláltunk, ezzel van összekötetésben, ezzel a szobával egyébként. Ez így már biztos. Jó, jó lassú ez a quest ez miatt, hogy itt kutatni kell, de nem baj, túl leszünk ezen is. Na, követni kell ugye a parabola antenna az lefele nézett. Elég meredeken. Esetleg, hogyha valakinek elfelejtettem válaszolni valamire, ne haragudjon, nem azért volt, mert nem akarok, csak nem mindig figyelek oda. Nyugodtan tegyétek fel újra a kérdést, hogy olyan van. Próbálok mindenkinek mindenre válaszolni. Az igen. Elvileg ide jön a jelnek a forrása. Van itt egy raklaprendőr. Na így jó lesz. Ez nem néz ki jól. Ez nem néz ki jól. Azért, srácok, a többi quest az most bepirosodott, nem láttátok? Annyira figyelmetlen vagyok, hogy valami hihetetlen.
Nulla fókusz. Na, mindegy. Az olyan, mint a taxi, nem? Don't lose him, V. Oh, now you're interested. We could expose a Corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be Corpo's spies, or who the fuck knows what. Ez is egy mellékküldetés, de milyen összetett, nem? Megfigyelő furgon. Lehet, hogy túl nagy feneket kerítek egyébként az opcionális részének a questeknek. Túl maximalista vagyok néha, az a baj. És az nem jó. And see a curated display, but behind the scenes it's all out war. Citizens don't choose their representatives. Then who? The key players, string pullers. They spy on all the paralysis, look for weak spots, blackmail, rig elections. This can't end well, Johnny. Na beindult a zene. Lesz itt faszaság mindjárt. Szerintem lesz akkor a csatánk. A kurvák. Láttátok? Még egy. Let's have us some fun. Következő. Milyen komoly felszerelésük van már? Ezek azt hitték, hogy csapdába tudnak csalni. Zbuktátok. Kurva életbe. Megteltem megint. Nem tudom, minek lootolok még. Na majd így. Egész jó cuccaik voltak. Hús. Az a baj, nem tudom megállni azt. Itt csillog a földön a motyó, hogy ne szedjen fel. Egyszerűen képtelen vagyok megállni. Mintha előírás lenne, hogy lootolj paraszt. Még van valahol egy epik, nem? Szomme.
Az mi pénzlopás? Ah, mindegy. Igazából már nem kell esse. 1CFF. Hol van FF? Nincsen. 7A. Jó, az így is. Na, jöttek. Hol vagy? Nem látom, hol van. Akkor volt az arca. Valaki charge-olni akart nagyon. Hol van az Epic? Zepic. Itt lenne fent. Ó, itt van. Ez a ruha egyébként kéne, mert baromi jól néztek ki ezek. Na nézzük a verdát. Csatlakozzunk be. Pierce, we're in. Couldn't ask the NCPD for better records than this. Pictures, medical records. Ezeket teljesen lekövették minden téren. Some kind of database. Brain scans, the paralysis, biological casts, neuroplasticity. Fuck. What about that? The blue shit. Valami beültetés van nekik a fejükbe szerintem. Mean to say someone's literally controlling our upstanding politicians' minds? Az szép. Red blots are memory residue in the hippocampus region. See how they're bleeding into the blue? So what are we looking at? They're planting new memories in their heads, modifying their personalities. This is big shit, Johnny. Fuck me. Got other guinea pigs besides. Ennyit a cégekről, srácok. Quick, download the data. Whoever comes looking for it, that's your suspect. Brutál. Shit. They're wiping the data. We've been made. Now they know someone's been in their database. Wonder if they also know who. Na, akkor itt most ugye kiderítettük, hogy ezt a politikus családot lényegében irányítják, nem megfigyelték. Az komoly, bazmi. Az komoly. Ez mi? Ez is valami baszó puska volt. De van nem. Okay, you're gonna want to sit down for this. It's way bigger than we thought. What is? You're being brainwashed. Literally. They've scanned your minds, now using some kind of conditioning to... Wait, not on the hollow. Right, I'll come by. Nem beigazom a csajnak. You and I, we need to speak alone. I know a little ramen place in Japantown. Sending you the coordinates. Right. See you there. Bassza. Közben azt érzem, hogy küldtek még üzeneteket. Gyorsan. Carol Emeka, ki a pöcs ez? Még egy dolog. Már beszélsz, figyelj. Ja, már tudom ki ez, ez a hacker csaj. Hát nem tudom, nekünk a tankba elég jól megnyílt a legutóbb. Szó szerint megnyílt. Na, másik. River War. River Ward az a zsaru? Ja, ez a zsaru. Ez remélem nem meleg. Majd ne értsetek félre, nincsen bajom a mássággal, csak... Na. 50 a max szint. Ja, a River Ward a zsaru, a rendőr. Igen. Nézzük csak. Jó fej, barátom van.
Igazság szerint úgy tekintek erre a River Ward-ra, mint a Jackie utáni új ilyen legjobb span. Mert elég jó arc egyébként. Uha, a Joss az viszont oda van értünk, az a nővér, azt hiszem. Gyere hát megint nem sokára. Sajnos 50 csak a maximum level, hát sajnos igazság szerint nem, mert ugye így legalább bekorlátozok, hogy nem tudsz mindent kifejleszteni. És 1000 meg egy lehetőséged van, hogy mit hogyan rakjál ki. Annyiból tetszik, annyiból jó. Na jó, menjünk, haladjunk, mert végre túl vagyok ezen a házkutatás. Azért visszavegyem, srácok! A gamma korrekciót, vagy maradjon így? Mi a vélemény? Verdát csak a hangja miatt veszem elő. Szia, Hunemke, üdvözöllek! Mi újság van, pajtás? Hogy vagy? Kialudtad magad tegnapról? Jó sokáig nyomtad a streamet, hallod? Hunemke a streames bajtársam. Tudnotok kell róla, hogy nagyon-nagyon jó Red Dead Redemption RP játékos. Nagyon frappáns válaszokat szokott adni játék közben. És rettentő gyorsággal, szóval az meglepő, tényleg meglepően jó nyomja. Érdemes őt is egyébként nyomon követni, nézni, aki még nem ismeri. Szoktam nézni a Red Dead 2-es RP-jét. És nagyon-nagyon állat, szóval vannak nagyon-nagyon jó poénok. Nagyon jól halad előre ez az RP-szerver. Igazából ez már csak jobb lehet, rosszabb soha, szerintem. Ne hallod, a takarítás, azt te is mondod, az itt is folyamatos. Azért a technika az húzza a port állandóan. Porszívózok, porolok, meg a gépet kitakarítom, eltelik kb. Két nap, azt megint jönnek elő a porcicák. Nagyon durva. Elektrosztatika gondolom, húzza ezeket így össze. Na, leparkoltunk. Haha! Hát pedig ez egyébként nem rossz. Jó hangulatú. Szerintem életképesebb, mint a GTA, de hát most kinek mi tudod, ez olyan, hogy... Na, közben megjöttünk a helyünkre. Ajha. Adria, bolond vagy. I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my thoughts. Hát nem tudom, én annyit tudok mondani, hogy tegnap is ugye voltam fent, és játszik most ott valaki. Olyan hangi van, gyerekek. Csajszinak, hogy valami eszméletlen. Én kellemes csengése van. De Hunemke többet tud erről nyilatkozni. Ugye? Nagyon durva. It's a long story. I don't quite know how to tell you. Where to even start? Nem, mert nagy csaj simán valami bemondónak, híradósnak, rádiósnak, bárminek. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His personality, he seemed to be changing right in front of me. Becoming someone else. How so?
Nothing. He stopped reading? Forgot the title of his favorite movie? Even his musical taste changed overnight. Az szép. De Elizabeth ugye most panaszkodik is, mint olvastátok, hogy ő észre is vette, hogy változik a férje. And he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something insidious. And not just with Jeff. Durva. Notice any changes in yourself. After some time, on several occasions, my friends pointed out that I was acting strangely. That must have been hard. It was. You know, it's at times like those you start to question reality. So the whole time, you knew what I could end up finding. I don't know who, how, or why, but they're changing us. That concealed room in our apartment. What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. Ennek kíváncsi vagyok ennek a mellékküldőnek a végére, hogy az, hogy alakul ez a sztori. Mention any of this to Jeff? I tried. I did. But he's blinded to everything. He just laughed, said I was imagining things. He once brought up a vacation that we never went on. Swear to God. He went on about it in such detail, I almost started believing him. Could be just you who forgot. Maybe they wiped the trip from your memory. Hell, I don't know anymore. Don't you get that? You haven't told me the whole story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So you didn't do anything? I don't remember what happened. I talked to security the next morning. I find it strange you took this to security instead of your husband. I thought I was going insane. I wanted to see what was on the feeds first. There was nothing there, of course, so what was I supposed to tell Jeff? And then, the next day, I got a call. Who was it? Them. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. They threaten you, try to blackmail you. They said I was walking on thin ice. That if we kept stirring up trouble, Jeff could have an... Röcsöly az végül is már tudta, hogy mi a helyzet. Then they wiped the record of our conversation. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. His life depends on it. Egyre érdekesebben alakul ez a történet. You knew who sent the intruder, but just strung me along anyway, Liz. I didn't have a choice. I didn't know what to do. You wanted everything just to go on and flow on because it was convenient. Convenient? You got the perfect life. A prominent husband. You don't lack for a thing. You think I'm having fun? You have no idea what it's like living like this. Damn it, Elizabeth. You gonna ignore this? Are you still with me? Somebody poking around in your heads? What choice do I have? To get myself killed? Or see my husband dragged away from me? Ask me to lie to my employer. I'm going to tell Jeff that SSI was spying for his rival, Holt. You just need to confirm what I say. You truly prepared to fire SSI? After the threats. It'd be brave, but risky as all get out. What they're doing to us is one thing, but when you found that concealed room, I can't accept strangers spying on us while we sleep. Not under my own roof. What difference does it make where? I'll take full responsibility for anything SSI goes on to do. I'm just asking you not to get Jefferson involved. At this point, we got, don't you? I'll add a meeting in Reconciliation Park to Jeff's schedule. He'll be waiting.
Csaj nem akarja beavatni a férjét itt a történésbe, hát... I'm counting on you not to forget what I asked of you. I won't. But that's all I can promise. Goodbye, V. Megint ilyen dilemma elé állítanak végül is, hogy mi legyen. Whole thing's fucked up, huh? Wouldn't want to be in her pants. Speaking of, overlapping memories, changing personalities. Remind you of anything? But hey, at least we know what we're up against. So, in my pants, what would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's gotta take them. Kíváncsi leszek, hogy melyik cég áll ez mögött egyébként. Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, V. Már egyébként nagyon high-tech cuccok bejöttek azok a kommandós, akiket ott ki kellett iktatni. A rádiós kocsinál. Ugye a legerősebb ilyen cég talán a Militech, ilyen katonai téren. Hát talán ők. Na nézzük, menjünk akkor Jeffhez, aztán meglátjuk, hogy addig meg eldöntöm, hogy mi legyen. Imádom a hangját ennek az autón. Na akkor menjél, öcsém. És most megáll. Oha. Nekem mondják, ezt bedarálom az egész brigádot. Fuck. Ez valami jó erős hacker lehetett amúgy. És mentek, már nem tudom mit mondjak neki. Jefferson úr. Jó estét kívánok. Igen, hello. Beszélnék, de nem tudok, haló. Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth? What did she tell you exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. Megmondjam az igazat, srácok. Én megmondom az igazat. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? Isn't it weird that you're a virtuous politician, candidate? Flattered, but no. I'm far from it. Though I try my best. What's this got to do with anything? How many people can honestly say they don't strike deals with gangs or take Eddie some corpse? A lot, I'd like to think. They just haven't introduced themselves yet. Almost like this city doesn't deserve someone like you. I'm not paying you to make up riddles for me, so get to the point.
SSI's on the take for some unknown group that's out to control your lives. I think you felt it all. Empathy, your final destination for sensation. You know there's a concealed room in your pad? Out with it. They've got tech in there you wouldn't believe. These people know everything about you and your wife. They're watching your every move.